Sziasztok! Ma egy olyan univerzális témával készültem nektek, mint a szerelem, a párkapcsolatok, vagy bármiféle női férfi kapcsolódás, hiszen ez a téma mindenkit érint, és a szerelem a kedvenc témája a költőknek, íróknak, de a dalszerzőknek is, és ez egy rettentő időtálló téma, hiszen mindenkorban ugyanazt jelentette, és talán két ember között nincs is ennél nagyobb dolog, ennél nagyobb kapcsolódás, hogy a lelkük és a testük is egymásra vágyik. És hát biztos, hogy mindannyian voltunk már szerelmesek, vagy ebben vagyunk, és azt is tudjuk, hogy a szerelem az néha fájdalmas, néha pedig felemelhet az égig is. Néha pedig küzdeni kell, néha pedig el kell engedni, és a szerelem viszonylag kiszámíthatatlan, erőltetni semmiképpen nem lehet ezt az érzést, amikor pedig ott van az életünkben, akkor olyan, mintha mindent el akarna söpörni, és hát a szerelem az én szememben az egyik legnagyobb rejtély, és hát nehéz elképzelni az irodalmat szerelem nélkül. És hát a legtöbb általam olvasott könyvben is a szerelem az megtalálható valamilyen formában, de legalábbis férfi-női kapcsolatok, az elég sok könyv erre épül. És van, hogy házasság, boldog házasság, boldogtalan házasság, szerelem, vagy éppen reménytelen szerelem a témája. Van természetesen olyan könyv, amelyik klisésen és nagyon romantikusan ábrázolja a szerelmet, és nem sok értéket lehet benne felfedezni. Viszont vannak olyan könyvek, amelyek a realitástól lejjebb maradnak, és elgondolkodtathatnak, vagy olyan mondani valóval gazdagodunk, ami el tud kísérni minket egy életre. És én most olyan könyveket válogattam ki, amelyek számomra érdekes férfinői kapcsolódásokat tartalmaznak, és hát mindenképpen elgondolkodtattak. És az első, azt én így fogalmaztam meg, hogy amikor a vágy tárgya csak kellék, csak habatortán, a szerelem illúziója beteges megszállottsággá válhat. És szeretnék ebből felolvasni egy idézetet is. Daisynek olyan hangja van, hogy mindent elárul. Jegyeztem meg. Csupa, de nem tudtam befejezni. Csupa pénz, vágta rá Gatsby. Igaza volt. Csak most értettem meg, hogy mit érzek a hangjában. A pénzt éreztem benne. Ez volt a kifogyhatatlan báj, mely a hangjában hullámzott. Ez csilingelt benne, zengett, mint a cintányér. Fönn a magasban, hófehér palotájában a királylánya aranyba öltözöttem. Azt hiszem, most ki is találhattátok, aki járt is egy kicsit az irodalomban, az kitalálhatta, hogy melyik könyvről van szó. Igen, ez F. Scott Fitzgeraldnak a Nagy Gatsby-e, és itt most J. Gatsby és Daisy Buchanannek a kapcsolatát szeretném egy kicsit felvázolni, illetve bemutatni nektek. Ugye itt beletettem egy olyat, hogy az elején, hogy szerelem illúziója és megszállottság, és ez egy nagyon, nagyon kult szavai ennek a kapcsolatnak. F. Scott Fitzgerald 1925-ben adta ki ezt a regényét, és hát eléggé, tehát hogy a 20-as évek Amerikájában játszódik, tehát abban a korban kiadta a kornak az életét gyakorlatilag, tehát nagyon-nagyon kortárs műnek számított akkor, és hát kétségkívül a maga nemében egy remek mű az én szememben. Persze elég megosztó könyv, de véleményem szerint a sikere az abban áll, hogy olyan hogy karakterek kapcsolatára és az egymáshoz fűződő viszonyaira építi a könyvet, erre helyezi hangsúlyt,
és az első világháború után át tudja adni, és be tudja mutatni, hogy mennyire materialista lett a társadalom. Olyan fiatalok életébe enged bepillantást, akiknek az élete gyakorlatilag napközben merő unalom, ott élnek a hatalmas nagy házaikban, és vagy teniszeznek, vagy könyvet olvasnak, vagy a medencében fürdenek, éjszakánként, vagy estére pedig már készülnek a partikra, az összejövetelekre, ahol majd csilloghatnak, ahol majd kifelé mutathatják azt, hogy ők milyen csodálatosak, milyen szépek, dicsekedhetnek az új autóról, új ruháról, és hát az anyagi javak köré épülnek ezek a mélynek egyáltalán nem nevezhető kapcsolatok, inkább felszínesnek mondható kapcsolatok, és hát igen, a külcsín számított ezeknek az embereknek. A négy főszereplőnk az Nick, Jay Gatsby, Daisy Buchanan és Tom. Nick a narrátorunk, aki Gatsby szomszédságában él, és megismerkedik ezzel az emberrel, ezzel a nagyon gazdag emberrel, és gyakorlatilag mi ugye Nick narrációját olvassuk, és olyanok vagyunk, mint a kívülállóak, és általa láthatjuk azt, hogy vajon Gatsby, meg Daisy az egymáshoz fűződő kapcsolatukat hogyan élik meg, tehát az ő fejükben nem látunk bele, csak Nick alapján, csak Nicknek a elmondásai alapján, ellenben az interpersonális kapcsolódások, tehát a párbeszédek, azok segítenek minket abban, hogy tudjuk, hogy mi zajlik a fejekben, és mit érezhetnek ezek az emberek. Kezdjük is akkor Gatsbynek a bemutatásával. Ugye Gatsbyről kezdetben azt tudhatjuk, hogy ő egy nagyon gazdag ember. És van egy hatalmas nagy háza, esténként pedig összejöveteleket szervez. De valójában igazából nem tudjuk, az nagyon rejtélyes figurának tűnik. Aztán, ahogy haladunk a történetben, megismerjük azt a múltját, hogy ő 17 évesen elment otthonról, ott hagyta a családját, és egyébként ő egy viszonylag szegény családban élt, és ő ebből akart kitörni, és elment egy gazdag milliómoshoz, egy alkoholista milliómoshoz szolgálni, és abban reménykedett, hogyha majd ez a gazdag milliómos meghal, akkor majd ezt a vagyont örökölheti, így próbált ő helyezkedni, de ez a terve ez nem sikerült Gatsbynek, és aztán gengszterek, meg mindenféle kétes ügyletek árán jutott pénzhez. És akkor ugye utána vásárolt egy hatalmas nagy házat Daisy közelében. És akkor röviden pár szóban bemutatnám Daisy-t is. Tehát Daisy nekem az a karakter, aki a legunszimpatikusabb női karakter a regényekben. Tehát, hogy ő visszataszító számomra az ő személyisége. Mert kezdetben egyébként F. Scott Fitzgerald őt nagyon bájosan mutatta be, és hát igazából akkor úgy tűnt, hogy értjük is, hogy Gatsby miért van annyira oda, hiszen ő egy nagyon csinos nő, és nagyon szereti a fehér színt. Ezt a fehér színt akarta szimbolizálni F. Scott Fitzgerald, hogy ő, mert ugye a fehér az a tisztaságnak a szimbóluma, és az előkelőségnek, a társadalmi hierarchiának is, ugye a tetején lévő színt próbálja ábrázolni, és hát ugye azt gondoljuk, aki nem ismeri a történetet, hogy ez a nő, ez gyakorlatilag egy nagyon-nagyon kedves figura, hát igen, nem, de aztán, ahogy haladunk a történetben, így kiderül, hogy Daisy egyáltalán nem ilyen, és
Hát ami nekem számomra feltűnő volt, hogy Daisy saját magát egy nagyon alacsony helyre pozícionálja. Saját magának az értékét ő abban látja, hogy szép, hogy benne igazából semmi nincs. Ő egy üres nő, és a saját magáról is kimondja, hogy tudása nulla, csak a szépsége az, ami benne van, és ami érték, és gyakorlatilag a lányát is erre tanítja, hogy nem kell semmi tudást szeretni, maradhat buta, bolond, az a lényeg, hogy szép legyél, mert a nőknek a társadalomban csekély jelentősége van. És a szépség az egyenlő a tudással, ugyanis a szépség egy olyan hatalom, amivel gazdag férjet tud szerezni, és akkor itt derül ki az, hogy Daisy mennyire felszínes ember, hogy mennyire a pénz körül forog a gondolata, és csak azt számít neki, hogy meglegyen ez a kifelé mutatás, hogy ő milyen gazdag, és belül az egyáltalán nem számít, hogy ő elrohad. És hát ő ebben látja az életnek az értelmét. Az emberi értékek azok nem valami keveset számítanak, és majd ide vissza fogok térni később a házasságával kapcsolatban is. Gatsbyről még annyit, hogy ő végtelenül idealista ember. És ő, neki a célja az, hogy az amerikai álmat azt beteljesítse. Na igen, ám, de ez az amerikai álom, ez egyáltalán nem mindegy, hogy micsoda. Neki a pénz az egy eszköz, tehát semmi más. Mert valójában neki nem az a lényeg, hogy na, rengeteg pénze legyen, meg nagy háza, hanem neki az a lényeg, hogy ezzel az eszközzel meg tudja hódítani álmai nőjét, Daisy-t. Mert ő tisztában van azzal, hogy Daisy-nek ez számít. Tehát gyakorlatilag ő beleszeret egy nőbe, akiben nincsen semmi, tényleg semmi, csak az, hogy szép. És emiatt gondolom úgy, hogy ez a szerelem, ez az én szememben nem szerelem. Ez egy felszínes kapcsolódás, ami nem alapul semmire. De még testi-lelki kapcsolódásnak sem lehet nevezni. Ugyanis olyan, mint hogyha Gatsbynek lenne egy tortája, és Daisy lenne a haba tortán. Hogy Daisy nélkül értelmetlen az élet, mert nem tudja megmutatni maga mellett azt a szépséget, ami őt még magasabbra emeli. Szóval Daisy csak egy cél, semmi más. És pontosan emiatt gondolom azt, hogy ez egy ilyen Gatsby, az ilyen fogyasztói, meg a hedonista elveket tartotta fontosnak. Tehát ő sem tartotta fontosnak az emberi értékeket, ebből a szempontból rettentően hasonlított Daisy-re. Mindkettő valamilyen szinten csak a felszínben élt, csak a felszínesség volt, ami meghatározta a létüket. És Gatsby egyáltalán nem érzi akadálynak azt, hogy Daisy-nek van egy férje, Tom, és az sem számít számára, hogy már rengeteg idő eltelt, amióta nem találkozott a Daisy-vel, és igazából mindkettőjük élete teljesen, vagyis hát Daisy-nek az élet az teljesen más irányba ment, és minden megváltozott, és ez őt egyáltalán nem érdekelte, egyáltalán. Na és akkor, amikor ők egymáshoz kapcsolódnak, és újra találkoznak, akkor ugye hát ezzel a nagy házzal próbálja lenyűgözni Daisy-t Gatsby, és hát ez sikerülhetne is neki, ugyanis Daisy-nek rettentően tetszik ez a hatalmas nagy ház, teljesen odaig van a Gatsby-nek az ingjeiért, és az antik tárgyakért, a hatalmas szobákért. Ez mind szép és jó, mert Daisy tényleg rájön arra, hogy úristen, ez a férfi, ez nagyon gazdag. Mert igen, ám, de hát Daisy-nek a férje is gazdag. Nagyon
egy milliómos családból származó ember, tehát a Tom. És Daisy rettentő jól érzi magát a házasságában, bele van kényelmesedve ebbe, ugyanis Daisy veri a férje, és meg is csalja. Állandó megaláztatásban van. De ő ezt kimondja, hogy igazából hát a nőknek itt van a helye. Ez a társadalmi pozíciója, hogy hát igazából mindegy, mert megkapja. Megkapja a popója alá a szép autót, villoghat a csodálatos ruháiban, hát ez bőven elég, hát nem minek boldog házasság, igaz? Úgyhogy emiatt számomra Daisy egy a legalja karakter az egész világirodalomban, de tényleg. És ezt is ugye Gatsbynek, hát ezért nem sikerül gyakorlatilag ez, mert kevés. Tehát az innentől kezdve már nem csábító a Daisynek egyáltalán. És aztán végül ez az egész kapcsolat nem is alakul jól, ugyanis elütnek egy embert, Daisy és Gatsby, méghozzá Tomnak a szeretőjét elütik autóval, és az egészet Gatsby magára vállalja. És Daisy is őt hibáztatja, és egyáltalán nem vállal a felelősséget a tettéért, pedig ő ült a kormánynál, és nem Gatsby. És hát sajnos ez az amerikai álom, ez itt, ahogy van, szerte foszlik Gatsby számára, és ez a megszállottság visszaüt, ugyanis tényleg egy tragédiába torkolik a történet, amit most nem fogok elárulni, de gyakorlatilag a Gatsby valóban illúzióra építette ezt az egészet, a múlt egyetlen pillanatára építette, és ez nem állt stabil lábakon, ez a bizonyos vár, amit ő megépített. Ezt a történetet, mint már említettem, 1925-ben írta F. Scott Fitzgerald, és ugye az a címe, hogy The Great Gatsby, és ugye a Nagy Gatsby, és olyan, mintha az író megjósolta volna, hogy mi lesz a következő években. Ugye 1929-ben bekövetkezett a tőzsdekrach, és gyakorlatilag egy világválság keletkezett belőle, és ezt az időszakot egyébként úgy nevezik, hogy a nagy depresszió időszaka. Szóval ez mint egy jóslat, hogy ez a társadalom, ez egy ember tragédiája, de aztán egy társadalom tragédiája lesz ez az egész. Szóval szerintem ezért is különleges ez a könyv az én szememben, de az biztos, hogy ez a kapcsolódás, ez a férfinői kapcsolódás, ez egyáltalán nem volt egészséges. És mindenképpen gondolkodásra késztet ti az embert. Úgyhogy ez lett volna Great Gatsby, és mindjárt folytatom a következő könyvvel. A következő kapcsolat, akikről szeretnék beszélni, ez jellemzi rá, amikor a szerelem rosszkor, rossz helyen érkezik, mindent elveszítesz miatta, és végül feladod. És van egy ilyen idézet benne, ha szeretünk, az egész embert szeretjük, amilyen. Nem amilyennek akarom, hogy legyen. És ez pedig Anna Karenina és Vronsky kapcsolata lesz. Hát megpróbálom felvázolni azt, hogy ki is Anna Karenina. Tehát Szentpéterváron él Alexej Karenin feleségeként, és egy moszkvai útja alkalmával, amikor meglátogatja testvérét, Sztyepán Árkadyicsot és feleségét Dollit, megismerkedik egy katonatiszttel. És ő Vronsky, aki egyébként gróf, egy gárdatiszt,
akinek megakad a szeme Annán, és elkezd is neki udvarolni. Na most ez egy hatalmas nagy szenvedéllyel induló kapcsolat, amikor is Anna úgy dönt, hogy ez a kapcsolat ez megér számára annyit, hogy elhagyja a férjét és a 8 éves kisfiát, Szer Józsát, és hát új életet kezd ennek a férfinek az oldalán. Igen, ám, de elég sokszor dilemmázik azon, hogy ez nem jó döntés, és inkább visszamegy a férjéhez, aki egyébként már ekkor válni szeretne tőle, és fenyegeti is azzal, hogy elveszi tőle a kisfiát. Na most Anna megpróbál elszakadni Vronszkijtől, de aztán ez nem sikerül, és együtt maradnak. Közben olyan társadalmi kirekesztettségbe kerülnek, hogy gyakorlatilag vidékre kell költözzenek egy falusi birtokra, és hát ugye teherbe is esett már ekkor a kislányával, de férje továbbra is válni akart, és Anna egyszerűen azt nem tudta megemészteni, hogy a kisfiát el akarják tőle venni. Ő harcolt volna azért, hogy Szer Józsa velük lehessen. Közben meg ezek a dolgok annyira elszívták az energiáját, hogy közben már kezdett megromlani a párkapcsolat a Vronszkijjal is, ugyanis rengeteget veszekedett vele, féltékenykedett, és hát észrevette azt, hogy Vronszkij ezeket nem tudja kezelni, és gyakorlatilag azt is, hogy neki már a szenvedélye, vagy ez a lángolás, ez már alább hagyott benne. És sajnos itt sem történik boldog vég. És egyébként Tolsztoj kezdetben tényleg egy ilyen nagyon olyan nőt akart írni, aki elhagyja a férjét, egy hideg, rideg, visszataszító nőt akart írni, de aztán megszerette annak karakterét, és úgy döntött, hogy inkább sajnáljuk őt. És egyébként elvileg a külsejét a szerző Puskin lányáról, Maria Hartungról mintázta, erős és őszinte egyéniségnek, aki a megalkuvás nélkül adja át magát a szerelemnek, és nem érdeklik a társadalmi morál, és hajlandó új életet kezdeni, annak ellenére, hogy mindenki elítéli őt. Vronszkij pedig egy gazdag, szép és sikeres ember, aki tényleg elkezdte elcsábítani, lenyűgözte Annát, és tényleg komolyan gondolta azt, hogy ezzel a nővel, hogy Anna szerelme tárgya, és ezzel az asszonnyal akar együtt élni, nem érdekli az sem, hogy mi lesz ennek a következménye, az sem, hogy ez egy viszony, ez egy botrányos kimenetele lesz, tehát derékba töri a karrierjét. Semmi nem érdekelte, csak az, hogy Annával együtt tudjon élni, és ugye elkezdett a birtokukon, ahova elköltözte, gazdálkodással is foglalkozni. És egyébként sokszor felvetette Anna szemére, hogy igenis menjen bele a válásba, és kösse hozzá az életét. De ugye Anna a fia miatt ezt nem akart ebbe belemenni, és hát ez zaklatottsághoz vezetett a kapcsolatukban, amit már az előbb is említettem. És hát nem lett jó vége a szerelmüknek. Na de most bennem azok a kérdések merültek, vagy az a kérdés merült fel leginkább, hogy,
hogy olyan szempontból vizsgáljuk meg ezt a dolgot, hogy Anna valóban szerelmes volt Vronskyba. Tehát ez tényleg szerelem volt? Azt ugye tudjuk, hogy ő nem élt jó házasságban, illetve egy olyan házasságban élt, ahol már elhidegült őre a férje, és igazából a női erejét, a szeretetet, a csábítást ő már nem tudta megtapasztalni ebben a kapcsolatban. Férje gondoskodott róla anyagilag, és nem volt ő rossz férj, csak tényleg a női energiája az már háttérbe szorult, és ő igazából ezt el is temette már magában. Ő csak anyaként létezett, feleségként már nem. És azt gondolom, hogy amikor belépett az életébe a Vronsky, visszahozta belőle a nőt, a szenvedélyt, hogy tudja használni a testét, hogy tudja használni a vonzerejét, és látta a férfi szemében, hogy úgy néz rá, amire már régóta áhítozott és vágyott. És hát azért Vronsky egy elég jó képű katonatiszt volt, és nagyon sokáig függetlenségben élt, ami szintén Annának elég csábító lehetett, hogy most itt vagyok én, és értem hajlandó mindenre, értem hajlandó feladni ezt a függetlenséget, és képes akár lemondani a tisztségéről is miattam. Tehát ennek Anna nem tudott volna ellenállni. Ennek nagyon kevés nő tudott volna ellenállni. Ellenben az, hogy neki férje van és gyermeke, és ő veszi a bátorságot arra, hogy inkább akkor ezt válassza, tehát a nőiségét válassza, az egy bátor tett egyébként. De hogy ez maradhat-e következmények nélkül? Ez nem egy akkora bűn, ami végül majd vissza fog csapni? Ugye ez itt a kérdés. És hát Vronsky szenvedélyes volt nagyon, és ugye Annából is kiváltotta ezt a szenvedélyt. És bohém életet kezdtek el élni. Egyáltalán nem olyan életet élt már Anna, amilyenben korábban volt. És nagyon élvezte is ezt az életet. És aztán ugye jött a kislányuk, akit Vronsky szintén ugye meg kell komolyodnia, és családapa, és felelősség, és az egy picit Vronskynál bekövetkezett, hogy ez a felelősség, ez kezdi agyon nyomni őt. És ezt egyébként Anna is észrevette, és észrevette azt, hogy Vronsky idővel ugye ez a lehangolás, ez elmúlik. És hát Vronskyban is ez kezdett elmúlni, és kicsapongani is elkezdett újra. És hát Anna nem erre vágyott. Ő arra vágyott, hogy fennmaradjon ez az egész, amit ő elkezdtek, együtt elkezdtek. És hát igen, amikor ez az egész kezdett úgymond elpárologni, ez az egész szenvedély, úgy kezdett el Anna is megbetegedni. Lelkileg is, meg testileg is. És hát elkezdte magát gyógyszerezni, és hát nem tudom most, hogy elmondhatom-e a végét, inkább nem mondom el, hogy mi történt, mindenki olvassa el. De én azt gondolom, az én konklúzióm az az, hogy igazából ez nem szerelem volt. Ez tényleg csak az volt, amit mondtam, hogy régóta elhitozott erre, és szerette volna, vagy jól esett számára, hogy szeretik, hiszen kinek ne esne jól, mindenki szeretetben szeretne élni. És ahogy Vronsky már nem adta meg számára, ez olyan, mint a drog, ugye ezt is szokták mondani a szerelemre, hogy függőséget okoz. Hogyha már kapsz egy kicsit belőle, akkor mindig meg akarod kapni azt az adagodat. És amikor már Vronsky nem tudta úgy adni Annának ugyanazt, amit az elején, akkor Anna veszekedett vele, és gyakorlatilag nem tudta elfogadni Vronskynak a hibáját. Tehát könnyű a jobban ugye ott maradni, együtt lenni, és kitartani a másik mellett. De amikor már bekövetkezik a rossz,
és kiderülnek a másik embernek a rossz tulajdonságai, akkor bizony azért nem olyan egyszerű kitartani, de aki igazán szeret, meg szerelmes, az ki tud tartani az én szememben, meg az én véleményem szerint. És ez szerintem ez egy rettentő önző szeretet volt. Nem gondolom úgy, hogy jól szerette, sőt azt gondolom, hogy egészségtelenül szerette, és iszonyatosan görcsösen próbálkozott ezért a kapcsolatért a végén már, és hát most mondjuk azt ki, hogy Anna valószínűleg egy olyan bűn követett el, amiért ő megfizetett, nem, mert ez gyakorlatilag Anna választása volt a végén, hogy mit tesz, de pont ezért én nem igazán tudom megérteni őt, hogy volt elég bátorsága ahhoz, hogy kilépjen a férjétől, hogy eljöjjön onnan, de ahhoz már nem volt bátorsága, hogy Vronszky mellett kitartson. És hát véleményem szerint ez a legrosszabb út volt, amit végül választott, hiszen hát tudjuk, hogy mi történt. Milyen tragédia következik be a végén. Úgyhogy hát ez Anna Karenina és Vronszky kapcsolata, a világirodalom egyik nagyon érdekes szerelmi kapcsolata. Tolstoj ezt rendkívüli módon jól megírta, és azt hiszem, hogy ennek is elég sok tanulsága van, és eléggé elgondolkodtató. Úgyhogy menjünk is gyorsan a következőre. A harmadik az angol irodalom egyik legszebb szerelmes története, illetve nekem a kedvencem, és már is mondom, hogy én minek tartom, amikor a szerelem elég erős ahhoz, hogy türelmes legyen, küzdjön, kitartson és beteljesítsem. Szerető szem kell hozzá, semmi egyéb. Aki szeretettel nézi az arcát, az szépnek fogja találni. Azt is mondhatnám, hogy a férfias erő és bátorság nagyobb hatalom, mint a szépség. Szóval ez a legszebb szerelem és romantikus történet, amit valaha olvastam, és ez egy beteljesült szerelem. Ugye végre egy beteljesült szerelem, aminek van bizony tanulsága, van mondani valója, és Jane-nek az elvei nagyon közel állnak hozzám, és pontosan ezért volt rám akkora hatással, és ezért szerettem ennyire ezt a könyvet. És ugye a szerelem, az egy olyan érzés, amit megpróbálhatsz elnyomni, megpróbálhatsz lázadni ellene, eltüntetni, befeketíteni, vagy pótolhatod egyébként, megpróbálhatod pótolni más dolgokkal is, de az igazság, hogy ez nem fog sikerülni. Mert akiben a csírája, a szerelem csírája megfogant, az az érzelem az útjára fog indulni. És nem lehet visszafogni. Véleményem szerint nem is szabad visszafogni. Ugyanis szerintem ez egy felszabadult érzést tud adni, amikor úgy el tudod mondani, ki tudod adni, hogy igen, ez van. Nem kell semmit tegyél a másik oldalnak, semmit nem kell tennie, csak egyszerűen meg akarsz ettől szabadulni, és ki akarod mondani. Mert már nem tudod titkolni, és úgy érzed, hogy ez már nem csak a te dolgod, hanem a másikra is ugyanúgy tartozik. Sajnos a társadalmi elvárások azok, hogy ugye mindig a férfi tegye meg az első lépést, a férfi vadászza le a nőt, a férfi próbálja meghódítani, elcsábítani, és ez mind szép és jó, de akkor hol vagyunk mi nők? Tehát nekünk is ugyanolyan érzelmeink vannak, ugyanúgy tudunk lángolni, ugyanúgy tudunk szenvedélyesek lenni, és a szerelem az ugyanolyan hatalmas tud bennünk is lenni. És ez a legnagyobb hülyeség szerintem, hogy egy nő nem tehet lépést egy férfi felé. És nem mondhatja ki az érzéseit. Hát maximum mi történhet? Falakba ütközik, maximum ez a szerelem nem fog beteljesülni, maximum ez történhet.
De az is megtörténhet, hogy a férfi azt mondja, hogy de jó, hogy ez a nő megtette ezt az első lépést, de jó, hogy jött az életembe, de jó, hogy ennyire szerelmes belém. És akár ez a szerelem, ez a másik oldalról is kiválthat bizonyos érzéseket. Hát Jane történetét akkor röviden megpróbálom elmondani, tehát Jane árva, és a nagynénje neveli fel, Lowoodban kezd el iskolába járni, ahonnan aztán kikerülve ő egy tanító lesz, és Edward Rochester birtokára kerül, ahol akinek van egy lány neveldéje. És ő ugye abban a korban élt, amikor a nőket már fiatal korukban kiházasítják, nagyon sokszor ugye szerelem nélkül, és hát általában ugye mindig a férfi az kiválasztja a nőt, megkéri a kezét, és a nő rendszerint erre igen szokott mondani. Na de Jane nem ennyire egyszerű személyiség, és egy picit lázadó típus is, és ez az abból is akadt, hogy gyerekkorában elég sok megaláztatást elviselt. És felnőtt korában már azt mondja, hogy nem. Tehát az ő saját akarata és a saját feje után szeretne menni, nem akarja, hogy neki parancsoljanak, és ez még Rochester birtokán is igaz, mert ő megmondja, hogy ne parancsoljanak neki akkor sem, hogyha fizetséget kap érte. Jane-nek megtetszik ez a Rochester gróf. Gyaníthatóan nem a belső tulajdonságai tetszenek meg neki elsőnek, ugyanis Rochester egy elég goromba magának való fickó. Jane-nek valószínűleg azt tetszik meg benne, hogy nagyon karizmatikus, és nagyon sikeres abban, amit csinál, és hogy a férfinek ez adja a férfi energiáját, és hát kezdetben ugye csak úgy próbálja körüldongani ezt a férfit, és egyáltalán nem beszél nyíltan az érzéseiről, de úgy a zsigereiben érzi azt, hogy neki ezzel a férfiban van dolga, és azt is érzi, hogy ennek a férfinek mire lenne szüksége. És hát már majdnem minden kezd a helyére kerülni, amikor is kiderül, hogy Rochesternek van egy felesége. És igaz, hogy már megőrült, és igaz, hogy már ez a házasság, ez már nem házasság gyakorlatilag, de Jane teljesen lesokkolódik, és elmenekül, és elhagyja a férfit, hiszen az ő elvei között tabunak számít az, hogy egy ilyen férfit szeressen, és ő megpróbálja ezt a szerelmet lezárni. Elmegy Anglia másik felére, ahol egyébként még kérője is akad. És ekkor döbben rá arra, hogy a szerelemnek valójában mekkora ereje van, amikor távol van ettől a férfitől, hogy érzi a férfit, hallja a hangját, ugye ez megjelenik a történetben, hogy hallja a hangját. És Rochester eközben átél egy tűzvészt, ahol megég, megvakul, és elveszíti ugye a feleségét is. És Jane valahogy megérzi, hogy most ő nem fog férjhez menni, nemet mondott arra annak a kérőnek a ajánlatára, és ő a szerelmet választja. De ő nem tudja, hogy mi történt Rochester birtokán. Ő úgy megy vissza, hogy minden elve, ami van, azt ő most le fogja dobni, vállalja, hogy szerelmes, vállal mindent, mert nem tud más tenni, csak visszamenni ehhez a férfihez. És egyfajta jellemfejlődésen is keresztül megy Jane, és a legőszintébb a hűség mint a példánya egyébként. És akkor itt ugye
Fel lehet tenni azt a kérdést, hogy de vajon Jane mi fűzte ehhez a férfihez? Rochester tipikusan egy rossz fiú karakter. Tehát őre ezt lehet mondani, hogy ő az. Tehát és ráadásul Jane-nek a szemében nem volt egy klasszikus, jóképű férfi, hanem bátornak és ugye hatalmasnak látta. És lelkesedett a férfinak az intellektusáért, és az sem zavarta, hogy ennyire zárkozott. Sőt, számára még ez volt a különleges, és úgymond kihívás, hogy emiatt, mert ennyire zárkozott, szeretett volna beférkőzni a férfihez, hogy be tudjon lépni azon az ajtón, a férfinek az ajtaján, és emiatt is fűtötte őt valószínűleg a szerelem. Lenyűgözte egyszerűen a férfi, és gyaníthatóan ugye abban a korban élt Charlotte Bronte, amikor még ezeket annyira nem írták le, de valószínűleg nagyon magas szexuális vágyat érzett a férfinek az irányába. És csupán történt egy félreértés, vagy egy olyan dolog, ami Jane úgy érezte, hogy ez most közéjük fog állni, és emiatt lemond róla, de ugye a szíve az nem mondott le róla, csak az esze. És ekkor ugye megjelenik ez a természet feletti része a könyvnek, vagy ezért is gótikus regény, mert hogy megérzi Rochesternek az energiáját, és pontosan tisztább van azzal, hogy ennek a férfinek mire lenne szüksége. És hogy ennek a férfinak arra van szüksége, amit ő adni fog tudni neki. És saját maga büszkeségén és mindenén át tud lépni. És olyan ez egyébként én véleményem szerint, mint egy isteni elrendeltetés, hogy ennek a nőnek tényleg dolga van ezzel a férfival. És hát ugye, amikor visszamegy Rochesterhez, akkor felszabadítja ezt a szenvedélyt, és ő teszi meg azt a lépést, és ő mondja el, hogy mit érzett, és hát ugye Rochester ennek a szerelemnek nem tud ellenállni, és nem is akar innentől kezdve, mert ez a nő a hibái ellenére szereti, hiszen tudja ő magáról, hogy milyen, és hogy egy bunkó goromba ember, és az is egyébként Jane-nel is így viselkedik, de a kémia az vonza Jane-hez, és ez ellen viszont ő sem tud tenni. És aztán utána, miután már ez a szerelem Rochesterben is megfogalmazódott, egyébként rendkívül egyenrangúan kezeli Jane-t, és igen, mindketten szerelmet vallanak egymásnak, úgyhogy ez egy nagyon boldog szerelmi történet, úgyhogy ilyenek is vannak a könyvekben, és szerintem azért is gondolom úgy, hogy ez nem egy lányregény, meg nem csak nőknek való, hanem igenis férfiak is elolvashatják, mert olyan a női léleknek annyira belemegy a mélységeibe, és olyan gyönyörű gondolatok vannak arról, hogy a nő mit érez, amikor szerelmes, és amikor tényleg nem számít semmi, nem érdekes, hogy a férfinek milyen tulajdonságai vannak kívülről, mert azért belülről azért a férfiak is nagyon tudnak szeretni, és nagyon vágynak arra, hogy szeressék őket, és nekik is pont ugyanarra van szükségük, mint a nőknek, úgyhogy számomra Charlotte Bronte Jane erre az egyik legszebb szerelmi történet. A következő könyv, amiről beszélni fogok nektek, annak így határoztam meg a lényegét. Amikor a szerelem súlyát nehéz szipelni, a csak kötetlen szexben való könnyedséggel szemben, avagy elbírod a felelősséget, és leszel a fagyökere, amelyik belekapaszkodik a földbe, vagy maradsz örökké súlytalan méhecske, aki virágról virágra száll. Idézet a könyvből.
A nehézség, a szükségszerűség és az érték három tartalmilag összefüggő fogalom. Csak az a nehéz, ami szükségszerű, csak az értékes, aminek súlya van. Ez a lét elviselhetetlen könnyűsége, és Tomás és Tereza kapcsolatát fogom nektek bemutatni ebben a részben. És ez a történet az 1960-as évek Prágájába kalauzol minket. Milán Kundera írta egyébként a könyvet. És a főszereplőnk Tomás, aki egy nőcsebész orvos, aki a függetlenségnek a minta példánya, és hát naponta váltogatja a szeretőit. Ám egy napon vidékre kell utaznia, hogy végrehajtson egy műtétet, ahol megismerkedik Terezával, aki egy pincérnő egy kávézóban, és valami megfogja ebben a nőben, de nem igazán érti, hogy micsoda. És miután elmegy a városból, visszamegy Prágába, a nő utána megy, mert a nő is érzi, hogy van valami kapcsolódás Tomás és ő közötte. És Tomás végül megengedi, hogy Tereza nála aludjon, de Tereza nem is nagyon akar elmenni, és több és több éjszakát ott marad a férfinál, és valahogy elkezd közöttük, úgymond ez a kapcsolat kicsit szorosabb válni. És ez nagyon érdekes, mert két teljesen különböző karakterről van szó, ugye. Tomás egy szexfüggő, ezt nyugodtan ki lehet mondani. Tereza sem egy prűd nő, de ő neki a szex az nem létszükséglet, és ő a szexet azt igazából szerelemből akarja megélni, tehát ő jobban szereti a szeretkezéseket, a meghitt együttléteket. És ez úgy tűnik, hogy valahogy össze tud csiszolódni. És Tomás végül már azt érzi, hogy nem tud elszakadni ettől a nőtől, elveszi feleségül, de ettől függetlenül ő nem tud lemondani arról, hogy más nőkkel is szexeljen. És ezt nem is tudja titkolni a felesége elől. Kapunk még egy szereplőt Sabina személyében, aki festőművésznő, és a Tomás szeretője lesz. És ő, a Sabina teljesen más tud nyújtani a Tomásnak, mint amit Tereza a feleség, mert Sabina olyan, mint Tomás, tehát ő is ebben a könnyedségben akar létezni, az ilyen súlytalan együttléteket szereti, nem vágyik arra, hogy a férfi vele maradjon, igazából olyan gyökértelemként él, és igazából Tomás nem tud dönteni se az egyik nő mellett, se a másik nő mellett, hiszen szüksége van a feleségére, de szüksége van arra is, hogy Sabinával szexeljen. És ez a könyv, ez nem ilyen vulgáris. Tehát én azért szerettem ezt a könyvet, mert filozofál, és olyan dolgokról ír, amiket mi saját magunk hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. És nagyon-nagyon húsba vágó mondatok vannak benne, amik tényleg fejbe kólintanak, és el tudunk rajta gondolkodni. De most csak egy olyan alapvető dolgot fogok most itt mondani, hogy például evidensnek veszük azt, amikor valaki bejön az életünkbe, ott van, velünk van, és hogy vajon, és nem is gondolkodunk el azon, hogy van-e magyarázata annak, hogy ő az életünk része lett, és hogy miért találkoztunk, és így ebbe ezt nem boncolgatjuk, hanem egyszerűen csak van. És de mi van, hogyha találkoznunk kellett? Mi van, hogyha ezek a dolgok nem véletlenül történtek? És én alapvetően hiszek a sorsban. Én hiszek abban, hogy egyes emberek, ha kevés időre is mellettünk vannak, annak oka van. Annak is oka van, hogyha elmennek az életünkből, de valamit kapunk tőlük.
és valamilyen tükröt mutatnak nekünk, és valamilyen tükröt mi is tudunk nekik mutatni. És én, tehát ilyen szinten én nem hiszek a véletlenben. És természetesen a legtöbb ilyen ember az életünkben súlytalan emlék. Tehát, hogy semmi jelentőségük gyakorlatilag az életünkben. Viszont akadnak olyan találkozások, amik nagyon mélyen belemásznak az emberbe, és maradandóak lesznek az életünkben az emlékük. És ezeket nyugodtan lehet azt mondani, hogy ezeknek a találkozásoknak bizony súlya van. Csak valamikor ezeket a szerencsés pillanatokat nem veszük észre, és szó nélkül elmegyünk mellette. De van olyan, amikor azt érezzük, hogy ez a találkozás olyan, mint egy varázslat. És most természetesen ezt ki lehet nevetni, meg ki lehet gúnyolni, mert vannak ilyen emberek, akik egyáltalán, tehát nagyon-nagyon a realitást találnak, és ebben nem is akarnak belegondolni. De én például úgy gondolom, hogy vannak olyan emberek, akikhez elvezetett a sors, megfogta a kezemet, és elvezetett hozzá. És hogyha nem is, nem hinnék a sorsban, akkor úgy gondolom, hogy nem éreznék intuíciót, és nem érezném a másik embernek az energiáját. Megszűnne valami varázslat az életben, ami egy csodás dolog, és én ettől a dologtól nem szeretnék megfosztódva lenni. És én úgy gondolom, hogy ez a csodás dolog egyébként maga a szerelem is. És hát ugye ebben a kapcsolódásban a Tomás és Tereza között nincsen semmi közös. Vagy hát nagyon kevés közös van bennük. És nem ugyanazt akarják az élettől. Tereza valami teljesen másra vágyik, mint Tomás. Sajnos ő nekik ez a kapcsolódás ez nem is sikerül jól. Nem árulok el nagy titkot, ha ezt mondom. És most három idézetet fogok még innen felolvasni, mert azt hiszem, hogy ezek az idézetek azok, amik úgymond valamit megmutatnak ebből a könyvből, de alapvetően ez a könyv azért elég sok tanulsággal szolgál. Tehát tényleg az ember óhatatlanul is elgondolkodik a múltján, a jelenén, és próbál választ találni arra, hogy hú, igen, így nem kellene élni, vagy szóval érdekes, meg tényleg filozofál a kapcsolatokról, meg az emberi létről. És akkor az három idézet, hogy szeretkezni egy nővel, és aludni egy nővel, kétféle szenvedély, mely nem csak különbözik egymástól, hanem már-már ellentétes. A szerelem nem a szeretkezés iránti vágyban nyilvánul meg. Ez a vágy szántalan nőre vonatkozik, hanem az együttalvást kívánó vágyban. Ez a vágy csupán egyetlen nőre vonatkozik. És van egy ilyen mondatban, hogy amikor a szív szól, az észnek nem illik akadékoskodnia. Még egy ilyen mondat, hogy lehet, hogy pont azért nem tudunk szeretni, mert arra vágyunk, hogy bennünket szeressenek, vagyis a másiktól várunk valamit, szeretetet. Ahelyett, hogy követelmények nélkül fordulnánk hozzá, és beérnénk a puszta jelenlétével. Nagyon mély dolgok vannak benne a szeretetről, a szerelemről és a kapcsolódásról, és az elfogadásról is. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy olvassa el ezt a könyvet. Ez egy nagyon érdekes párkapcsolat, tényleg az, és sokkal inkább szerintem lefordítható ez most ránk, főleg a 20-as, 30-as generációra, mert mi élünk úgy, legalábbis én azt gondolom, hogy rengeteg férfi él úgy, aki nagyon súlytalanul él, és nem is akarja magára pakolni a szerelemnek, meg a felelősségnek a súlyát.
És még akkor sem, ha érzi azt, hogy lehet, hogy itt tudna ő létezni, akkor is inkább attól fél, hogy elveszik a szabadságvágya, és tényleg akkor kihagy más nőket, és igen, virágról virágra fel. A nők azok inkább szeretnének szerintem ez alatt a súly alatt létezni, és ők könnyebben el is bírják ezt. Mert valahogy mi nők erre vagyunk szerintem beállítva, hogy más találjunk meg. Tehát, hogy mi a szerelmet együtt akarjuk megélni. És lehet, hogy a férfi is, csak nekik ez az út, ez picit másmilyen, mint a nőknek. Az utolsó kapcsolat, amiről beszélni fogok, azzal gyakorlatilag bezárul a kör, mert visszatérünk egy olyan férfihez, aki nem képes elfelejteni az idő múlásával sem a nőt, akivel beleszeretett. Ugye hát tudjuk, hogy a Nagy Gatsby-ben pontosan erről van szó, és ebben a könyvben is, csak egy picit más tekintetben, egy idézet belőle, olyan volt vele lenni, mintha az anyám, a nővérem, a haverom és az őrangyalom volna egyszerre. Ez Mario Vargas Llosának a Rossz kislány csíntevései. És hát ez volt az első olyan regény, amikor gyakorlatilag én egy női bántalmazóról olvastam. Ugye férfiról már elég sokat, de nőiről még sosem. És ez sem egy klasszikus ábrázolása annak, hogy itt van egy bántalmazó kapcsolat. De azért nem, mert a férfinek a narrációja mögött ez egyáltalán, mert ő neki elfogult a narrációja, és szerelmes ebbe a nőbe. De ez a nő rettentő módon megalázza és kihasználja a főhősünket. Sokszor csak a pénz, a fedél és némi szeretet reményében keresi fel a férfit. És utána rögtön el is dobja, hogy ezt megkapta, és verbális bántalmazások közepette teszi ezt. Szóval én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan lehet egy bántalmazó kapcsolatnak nevezni, és kapunk egy olyan férfi karaktert, aki ezt eltűri. Hát az 50-es években kezdődik a történet. Ricardo Peruban él, és már nagyon fiatal korában beleszeret egy chilei lányba, akit úgy hívnak, hogy Lili. És mert Mario Vargas Llosa egyébként ezt úgy írja le, hogy Ricardo úgy szeretett, mint egy 1000 fokon égő borjú. És soha nem volt tapasztalata egyetlen nőhöz sem, de ehhez a nőhöz elkezdett, vagy ehhez a lányhoz elkezdett iszonyatosan vonzódni, és kezdett kialakulni benne ez a ragaszkodás és szeretet. És ugye a borjú arra utal, hogy még nagyon, nagyon kezdetén van az életnek, és hát ugye hát 100 fokon ég, ez a 100 fokon égés az igazság, hogy hát szinte végig kitart a könyvben. Ugye ez elég abszurd, hogy van egy fiatal fiú, akinek mindig egyetlen egy nő marad a vágyai tárgya, és soha nem találja meg másban ugyanazt, amit Liliben. Hasonló, mint Gabriel García Márqueznek a Szerelem a kolera idején. Nem. Csak más korban járunk, ugye 50 évvel később. De tényleg ez is arról szól, hogy van egy férfi, aki gyakorlatilag mániákus szeretetben él. Mert ezt másképp nem lehet mondani. Egy nap Lili egyébként eltűnik a szem elől, és 10 év múlva újra találkoznak, és olyan, mintha Ricardo azt érzi, mintha nem történt volna semmi vele ez idő alatt, nem, és nem változott semmi. Ugyanúgy érez a nő iránt, és mintha bebetonozta volna őt ez a szerelem, és Lilivel ellentétben, hiszen ő már a személy azonosságát is
megváltoztatta, felvett az állatnevet, Kubában él, és teljesen más ember lett. Csak az a baj, hogy a Ricardónak a szerencsétlensége abban áll, hogy ez a nő, ez nagyon kihívó vele. Meg is csókolja, flörtöl is vele, és ezáltal Ricardóban úgymond fenntartja mindig ezt a reményt, hogy hát lehet, hogy egyszer talán majd az övé lesz. Mert a rossz kislány nem mondja el neki, hogy hát nem, biztos, hogy nem, tehát nem kapja meg azt a nemet, amire mondjuk egyébként Ricardónak szüksége lenne. Mert gyakorlatilag ez a nő, ez játszadozik vele, és ezt a játékot rettentő módon élvezi ez a nő. És aztán utána megint elválnak az útjaik, és Párizsban találkoznak újra. Ekkor bár Mrs. Arno néven él Lili, és férhez ment egy diplomatához. Ricardo pedig fordítóként dolgozik, és hát nincsen túl sok pénze, de minden vágya volt, és nagy hatalmas álma volt, hogy Párizsban éljen. És hát ugye Ricardóval megint találkozik ez a nő, és Ricardo még itt is rettentően reménykedik, hiszen rájön arra, hogy hát Lili nem boldog párkapcsolatban él, csak érdekházasságban. Ergo még mindig van esélye mennél a nőnél, gondolja magában Ricardo. És újabb és újabb reményt kap, és ez tényleg rögeszmés szerelemmé válik, hiszen számára is csak az van, hogy ezt a nőt meghódítsa. És mintha ez is egy cél lenne, tehát hogy csak akkor fog megnyugodni végre a lelke, hogyha meghódította. Azt nem lehet tudni, hogyha meghódítja, akkor utána vajon ez a szerelem fent maradna-e, de ez olyan, mint egy cél. És minden cselekedete és minden gondolata aköré szorul, hogy lelkileg is, és szexuálisan is megszerezze magának ezt a nőt. Szóval, igen, ez egy mániákus szerelem. Ugye? Ezt tudjuk, hogy Gatsbynél is hasonló volt, és ez kísértetésen hasonlít arra. És itt is egy nagyon rossz női karakterünk van. Mondjuk annyi, hogy itt Ricardo tényleg egy jó fiú, és azért nem azért nem tesz meg annyira sok mindent a nőért, mint mondjuk Gatsby. De az biztos, hogy Ricardónak az önértékelése az nagyon, nagyon alacsonyan van. És ezt látja a nő is. És hogyha nem lát egy férfiben önbizalmat egy nő, akkor nem fog tudni hozzá vonzódni, mert a férfiasság abban rejlik, legalábbis az én szememben, hogy valakinek van önbizalma, van olyan férfi energiája, ami bennünk esetleg nincsen meg, már mi nem a férfi energia, hanem ez az erő, és ez a siker felé törekedés. Szóval ez nagyon vonzó lehet egy nőnek, és hát ugye ez a nő nem látja ezt Ricardóban, sőt, ez az önértékelését még le is próbálja építeni Ricardóban. Tehát, hogy nem hagy segíteni, hanem még le is építi. És az is szépen lassan kiderül, hogy ennek a nőnek nincsen más érték az életében, és itt visszajutunk első szereplőkhöz, Daisy Buchananhez, hogy ennek a nőnek is gyakorlatilag a pénzben van az érték, és soha nem tudna hozzámenni olyan férfihez, akinek nincsen pénze. Úgyhogy ugyanaz történik, mint a Gatsbyben. Ennél többet nem fogok elárulni erről a történetről. Még történik egy-két dolog, de az biztos, hogy Ricardónak a testét, meg a lelkét is felemészti. Ez a megszállottság, vagy ez a mániákus szeretet, szerelem, de ezt szerelemnek nem lehet nevezni, ez nem az. Ha valakit szeretsz, akkor megpróbálod elengedni, és megpróbálsz új életet kezdeni, és megpróbálsz
Nem azt mondom, hogy ugyanazt találni, ugyanolyan hatalmas nagy érzéseket, de mindenképpen megpróbálsz boldog lenni valaki másnak az oldalán, hiszen rengeteg ember van a Földön, és ha nem is közelíti meg az az érzelem azt, akkor is megpróbálod magadat átadni másnak, és lehet, hogy onnan meg igazi szeretetet fogsz kapni, és igazi szerelmet. Ezért nem szabad hosszú-hosszú éveket ebben benne tölteni. Nyitott szemmel kell járni, és esélyeket adni embereknek, mert csak így lehet valaki boldog, szerintem. Nem úgy, hogy benne ragad egy vágyban, vagy egy célban, mert annak semmi értelme sincsen. Úgyhogy ezek voltak az én választásaim, ugye hát a Nagy Gatsby és a Rossz kislány csíntevései nagyon hasonlóak szerelmet tekintve, és akkor mondtam egy beteljesült szerelmet is a Jane Eyre-ben, említettem nektek az Anna Kareninát, ahol egy hatalmas nagy szenvedélyből tragédia lesz, és említettem nektek egy nagyon-nagyon mostani korra hasonló szerelmi történetet, ahol a férfiak virágról virágra repkednek, nem tudnak gyökeret ereszteni, és emiatt rengeteg nőt boldogtalanná tesznek, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, legközelebb pedig valami mással fogok készülni. Sziasztok!